Lehek Marcel vagyok, növényvédelmi szakmérnök, szaktanácsadó. Nagy Igmán nagyközség határában vagyunk 2022. június 23-án. A mögöttem látható tábla egyik szaktanácsoltamnak a kukoricája. A fő gyomnövények ezen a területen magdókelő egycikűek közül a kölesek, muhalfélék, kakaslábfű. A magdókelő kétcikűek közül fehérlibatop, szőrösdisznópadé, karcsúdisznópadé, parlagfű, csattanómaszlag és itt-ott selyemmájva. Évelő gyomnövények közül a mezei acat, ami egy jellemzőbb gyomnövény, illetve itt-ott, itt, ezen a területen szerencsére nem jellemző a fenyércirok. Ugyanakkor a területen a gyomirtást helyek közel sikerült ideális körülmények között elvégezni, hiszen a meleg májusnak köszönhetően mind a kukorica fejlődése egyenletes volt, mind a gyomoknak a kelése mondhatjuk, hogy egyenletes. Ugyanakkor a megkésettnek mondható kezelés, ahol esetleg a magdókelő kétszikűek, itt elsősorban a fehér libatopra gondolva, ami már 4-6 esetleg 8 leveles fenológiában volt, a Cornbox Plus csomag tökéletesen elbánt vele. Megoldotta ezt a problémát. Ugye fontos hangsúlyozni, hogy az idei évben a Cornbox Plusban az eddigi 40 g per hektáros nikoszulfodon adag helyett most már 60 g nikoszulfodont lehet kiuttatni, és az azért is fontos probléma, mert az esetleg gyökérváltott magdókelő egycikűek ellen, tehát itt is jellemzően a kölesnél, sokkal jobb megoldás jelentett egy 60 g nikoszulfodon és egy 100 g mezotrion hatóanyagnak az együttes kiuttatása. Utóbbi hatóanyagnak van egy jelentős talajhatása is, ugyanakkor a terület gyomszabályozásához nagyon fontos szerepet adnak a gazdák a kultivátoros olközművelésnek is.